Nagyszüleimtől örököltem ezt a magyar nóta szeretetet, nagymamám magyar nóta énekes volt Kolozsváron, nagypapám pedig hegedült, úgyhogy én ebben nőttem föl, a magyar nóta szeretetben. Ezt kaptam, ezt hívtam magamba, és ez volt az én elképzelésem kisgyerekkoromtól, hogy én ugyanezt fogom csinálni. És így kerültem én aztán Magyarországra, mert annak idején, amikor én ezt el szerettem volna kezdeni, nem voltak meg azok a lehetőségek itt, hogy magyar nóta énekes legyek, és azért céltudatosan mentem Magyarországra, hogy én tanulni akarok, és továbbvinni ezt a szép műfajt. És ott egy teljesen más foglalkozásom volt, nem szégyen, pedikűrös, manikűrös voltam, és összehozott a sors egy olyan emberrel, aki pontosan benne volt ebben a műfajban, és elmondtam, hogy én mit szeretnék, és így indult el ez az egész tanulási folyama. Bemutatott engem a Tarnai Kis László művész úrnak, ő meghallgatott engem, megdicsért, azt mondta, hogy szép, szép, de hát itt tanulni kell ám. És akkor elkezdődött egy folyamat, ez volt 1993-ban. Rózsaszám, gyék egy kertben, nézd éges illatát, hol a fejben. A kék csavarna jár, csodálkozom nektem már, mint azt mondta, hogy jaj, de szép, gyönyörű ez a rózsa. A rózsát ma éjjel, jaj, de tört. Közönség előtt énekelhettem, amit én merem azt mondani, hogy még soha életemben ilyen szeretetet és ilyen figyelmet még nem kaptam. Nagyon izgultam, mert ugye olyan műfajokba is belenyúltam egy picit, ami még nem teljesen forrott ki bennem, de én úgy érzem, hogy ott is sikerült valamelyes jót teljesítenem, úgyhogy fantasztikus volt. Az emberek, a szeretet, a fogadás, a minden. A kanyargó bizonyára ott születtem, oda vágyik egyre vissza az én lelkem. Pásztor síktól hangosott az árvalány hajt termő. Még rám az a kislány,
Én zeneiskolai szakon kezdtem az általános iskolát, utána magánénekesként folytattam. Volt egy énektanárnőm, Simori Margit tanárnő, ő nála kezdtem, én operett és opera áriák, illetve operett slágereket énekeltem, és 2004-ben a Csendül a Nóta Nemzetközi Magyar Nóta versenyen vettem részt, és ott adta a jó Isten, hogy megismerjem Tarnai Kis László művész urat, aki hát kieszközöltem egy meghallgatást Tarnai művész úrnál, és igazándiból hát ő mondta, hogy ha én is úgy gondolom, akkor ezzel tényleg foglalkozni kéne, viszont rám fér a tanulás, és elkezdtünk együtt dolgozni, és megértettem azt, hogy valószínűleg, hogy ez az én műfajom. Nem igazán voltam még Erdélybe, tehát konkrétan ez az első utam, és a tegnapi nap volt az első fellépésem itt Erdélyben, és hát tanárom Tarnai Kis László elmondta azt, hogy mire számíthatunk. Mondta, és úgy gondolom, hogy ezt nem igazán tudtam én ezt elképzelni, ezt a fogadtatást. Időutazáson vettem részt a tegnapi nap folyamán. Amit tapasztaltam, az maga a szeretet volt. A színpadon, a színpad előtt, a színpad után, és egy csodálatos közönség, ilyen közönség előtt még soha nem énekeltem. Nagy megtiszteltetés volt, hogy énekelhettem, és éreztem azt, hogy együtt lélegzett a közönség velünk az egész előadás alatt, és egy csodálatos élmény volt. Olvas rám egy kicsit, visel magad szépen, fent leszünk az égben. Csit, 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 gombom egy kicsit, barna kisjány, csit, csit, csit. Olvas rám egy kicsit, rózsa bintó battam, három acsom csattam. Csit, 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 galambom egy kicsit, rózsa bintó battam, három acsom csattam. Csit, 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 galambom. Rendszerváltás létrehozta azt a helyzetet, hogy a magyar nótát
teljesen tacsra tették. Tehát valami olyan szinten nem kapja meg ez a Hungarikum azt az elismerést, azt a megbecsültséget, ami kijárna neki. Hát itt azért kapcsolgattam még tegnap este, és hát bárhova kapcsolok, ugye a román adókon tele van népzenével, de menjünk felvidéke Szlovákiába, és mindenhol a népzenét halljuk, vagy a városi népzenét mondjuk, mint a magyar nóta. Magyarországon azt se tudják, hogy hogy hagyják ki. Néha az önök kértékben van egy-egy nóta, na az általában az vagy operaénekes éneklő, vagy színész, aki nem ért hozzá. Szóval totálisan tacsra tették a műfajt, mi próbáljuk a magunk sekélyes eszközeivel óvni, védeni, hogy legyen még egy pár év ennek a műfajnak, hiszen 200 éve virágzik. Póznak veszik, hogy öt embernek is ugyanúgy, de ez tényleg így van. Tényleg így van. Jó, hát vagyok az itthán forduló, hogy öt ember előtt énekelünk, de volt már olyan, hogy 20 ültek a nézőtéren, és annak a 20 embernek ugyanúgy megcsinálják, és az a 20 ember akkor azt nagyon-nagyon értékeli. Tehát azt mondom, amikor látja, hogy a művészek annak dacára, hát az a 20 ember nem telt róla, hogy a többi nem jött el, nem volt rá kíváncsi, fáradt volt, nem volt rá pénze. Viszont aki eljött, megtisztelt, annak akkor is nagyon jól kell éreznie magát. Nálam előfordult az, hogy nagyon kevesen voltak abban a bizonyos kisvidéki színházban, és konkrétan 3 ember jött el. És a szervező azt mondta, hogy minden gázsit, mindent megkapunk, menjünk. Ő ezt a 3 embert elküldi. És azt mondtuk, hogy nem lehet elküldeni, és beültettük őket az első sorba, és akkor úgy csináltuk meg 8-an azt az operett előadást, minthogyha egy telt ház lenne, és hát a végén, amikor felgyúltak a fények a közönség oldaláról is, patakzott a könny a 3 embernek, hogy mi 8-an 3 embernek ugyanazt előadtuk. És akkor tényleg úgy volt, hogy úgy éreztem, hogy mindent bele kell adni, mert pontosan ennek a 3 embernek ez nem szabad, hogy észrevegyék azt, hogy mi egy kongó színházban lépünk fel. Évre hirdették ezeket a műsorokat, ezeket a Megasztár, meg a másikat. És ezekkel tulajdonképpen öngyilkos jelölteket gyártanak, mert ezek a fiatalok belekóstolnak, és fél év múlva, amikor már őket nem hívják, akkor egyszerűen oda már nem lehet visszamenni. Szóval nem tudom, hogy a teremő fiúnak szabad-e még a széke vissza tud-e ülni, mert ahogy hallom, már őt már nem hívják, mert most ezeket hívják. És nem beszélve arról, hogy egy másodperc alatt azonnal 250 ezer forintos gázsival, én vagyok mondjuk 100 ezer forint évek óta, és a fiatalok meg hát azért sokkal szerényebb összegekért, és ők tanult énekesek, sokkal többet fektettek bele ebbe a dologba, és sajnos nincs becsületünk, ez nagyon nagy baj. Addig, amíg a vendéglőkben nem viszik vissza a cigányzenét, addig, amíg a vendéglősöknek nem adnak adókedvezményt azoknak, akik cigányzenészeket foglalkoztatnak, meg énekeseket, És addig, amíg nem lesz több média támogatottságunk, addig nagyon silány helyzetben vagyok. És mégis él a nóta. Mégis él. Szokták mondani, hogy beteg a magyar nóta, aztán sokan eljönnek a beteg látogatóba. Bocsánat, persze. Csak én annyit szeretnék kérni itt a Lacitól, hogy mind a mellett úgy érzem, hogy van egy különleges média támogatottsága a magyar nótának. És jelen pillanatban is ebben a média támogatottságban vagyunk, és én megkérném a Lacit, hogy mint a mi, most mondhatnám itt a kis küldetésünkben a magyar
nóta énekesek nevében. Én szeretném, hogyha elmondanád azt is, hogy hogyan és miként veszi át az erdélyi adó. Igen, én azt hiszem, hogy a Zitának a nevét, illetve hát a tévét is meg kéne említenünk. Pontosan azért, amikor azt mondod, hogy perspektíva, és kérdezed, hogy perspektíva, akkor én egyetlen egy esélyt látok a magyar nóta perspektívájába, és az erdélyi. Erdélyben a taps sűrűsége más. Sűrűbb, tapinthatóan más, más a taps, más. Más. Ott is nagyon megtapsolják, ott is szeretik, ugyanaz érzem azt, hogy itt valamitől más az atmoszférája a dolognak. És hát tegnap este is, hogy a közönség fölállt is, ott bőgtünk, mint a hárma. Szóval. Most hogyan mondjam el, mit a szívemben érzek, ha a sápadt írhomály ránk talál. Nézz a csillagokra fel, neked gyúlnak most a fények, és az álom tündér érintése vár. Vörösnek a pincéjében, itt beszélek, de közben 13:22 magyar szerint 12:22-kor elindul a Nóta Kívánság műsor, nyilván én vezetem az én hangomban. De ennél még csavarosabb a dolog, amikor én ülök bent az irodámban, és az Itáik átveszik az egyik könnyűzenei műsoromat is, az 5 évtized magyar slágereit is, és akkor én a Sikulusz Rádiót hallgatom, én a munka közben a íróasztalom mellett, a Sikulusz Rádiót hallgatom, 800 kilométerről hallom egy erdélyi rádióval az én műsoromat, ami az MR6 műsora. Szóval régen azért nem volt ilyen, amíg nem volt internet. És Zitának külön köszönet ezért, mert fiatalok nem is sejtették, hogy minden héten énekel. Igen. Azt hitték, hogy nem is ismernek bennünket, de hogy nem. Igen. Nem. Rendszeresen. Nagyon furcsa volt az, hogy mielőtt kijöttünk, hát ugye Laci minket trenírozott minden héten. Engem én úgy gondolom, hogy Emese azért itt született, tehát ő már tudta, hogy itt milyenek az emberek. Én világéletemben hallottam róla. Édesanyám járt Erdélyben több alkalommal. Hát azt sem, hogy Kolozsvár, hogy az én nagyváros, tehát más székely, tudod, az és Laci trenírozott minket, hogy minden héten elmondta az órán, hogy gyerekek, és ez van. És elmondtam egy rövid történetet tegnap Zitánára a rádióba, és engedjék meg, hogy most elmondjam ezt, hogy hát nálunk a cégnél nagyon furcsálták, hogy én Erdélybe jövök, és énekesként fogok fellépni, és mondtam, hogy hát azt mondta a Laci, hogy én itt ismert vagyok. És akkor mondták, hogy hogyan? De hogy is, főnökeim mondták, hogy figyelj, de hát nincs, hát miért, hát hogy reklámoznak, hogy csinálják ezeket, ugyan már? És a Tarnai Laci barátom a következőt mondta, hogy csak úgy finoman, amikor ők is ott vannak az irodába, menj rá az internetre, menj rá a Sikulusz Rádióra, és kapcsold be, és hangosítsd fel. És én felhangosítottam a Sikulusz Rádiót, és először kérdezgették, hogy mi ez, milyen zenei csatorna. Hát mondom, most találtam az interneten. És aztán utána előjött a reklám. És ahogy az Itáék mondták, hogy egy sztár vendége. Sztár vendégek, Tarnai Kis László, Szőlősi Remeset, Dócs Péter. Látni kellett volna az arcát a főnökeinek. Rám néztek, és... Ez te?
te vagy? Igen, ez én vagyok. Igen, mert ők nem olyan gyerekes, a fiatalok, nem annyira nóta nézők, nóta kedvelők. Magyar... És ezután, és a slussz poén a dologba, hogy bekapcsolva hagytam a rádiót. És körülbelül egy óra múlva megint előjött a reklám. És utána megint előjött a reklám. És azt mondták, hogy jaj, akkor ha te hazajössz, akkor téged művész úrnak fogunk szólítani. Nagyon megtisztelő, köszönöm szépen. Na, jó, hát nem így kezd. Papírod van róla. Kérlek szépen, hálókocsival jöttünk, és Peti elhozta magával a számítógépes hangszóróját, és összeházasítottuk az MP3-as lejátszóval, és ahogy elindult a vonat, elindítottam az ismerős arcoktól, kedvenceim, nagyon imádom őket, az Attilát különösen, Gyergyöst, és azt, hogy Erdélybe akarok menni, is van. A testvéreim kell lenni ahhoz a folyton leomló várhoz, amit egy asszony halála átkoz, és nem az a kérdés, hogy megyünk-e, hanem hogy mikor indulunk. Erdélybe. És olyan, még nem is tudom elhinni, hogy itt vagyunk. Annyira. Pedig én már hazajáró vagyok itt. Édes jó Istenem! Te, aki oly sok szegény ember teremtettél a földre, tudhatnád, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Mondd, ide pottyantanál nekem egy kis gazdagság. Oly gazdag lennél, Még gazdag mindig, de a manémi
Vasárnapi ebéd az szent. És a vasárnapi ebéd az magyar nóta szó mellett zajlott, történt, és hát nagymamám, nagypapám volt, aki nagyon szerette a magyar nótát, és ezt édesapám és édesanyám folytatta tovább, és sajnos ebben a rohanó világban egyre nehezebb összehozni úgy a családot, hogy vasárnapi ebédre mindenki összeüljön, de a terítéken van és az asztalon van nálunk a magyar nóta. És hát gondolom, hogy ez volt az, ami a magyar nóta iránti szeretet kialakult bennem, és hát ezt így a család által hoztam. És tegyük hozzá, hogy amikor 2004-ben a Duna Televízió és a Magyar Rádió által szerkesztett, meghirdetett Csendül a nótát, ez a két lurkó megnyerte. Dócs Peti akkor kb. 3,5 magyar nótát tudott. Most már azért megnyitva ezt a repertoárját a 7 év alatt, amióta együtt dolgozunk, és tényleg nagyon büszke vagyok rájuk. Komolyan, szóval én eredetileg is tanár vagyok, végzett tanár. Tehát egy tanárnak azért fel kell tudni mutatni valamit, valakit, valakiket. Én most már nagyon-nagyon büszkén mutatom őket. Van, amit nagyon sokszor énekelsz, ugye én nagyon sokszor szoktam énekelni az Ahogy én szeretlek. Az a CD-mnek is a címe, máskülönben azt adtam, hogy Ahogy én szeretlek. De ezen kívül nagyon sok nótát szeretek énekelni, úgyhogy hát, hogy kedvenc, gyakrabban énekeljük. Igazándiból... Amit a közönség igazándiból szeretne. Igazándiból egyrészt a közönséget kell, figyelembe venni, és hát tulajdonképpen azzal, hogy szeretjük a műfajt, azzal mi már magunknak is jót teszünk. De a közönségnek kell nyújtani azt a részét a dolognak, amivel ők úgy érzik, hogy meg tudnak barátkozni, illetve nagyon fontos az, hogy olyan nótákat énekeljünk, amiben bekapcsolódnak. Na most a tegnapi nappal kapcsolódva pont ez volt az érdekes, hogy a legelső
nótától a legutolsó, tehát most itt sorrendben mondom, tehát a felépítés a műsor sorrendjében, a legutolsó slágeren keresztül a musical mindenki énekelte. Egytől egyig az összes nótánkat és összes dalunkat és mindent énekeltek, és hát ez csodálatos. Igen, bélyek a nyárba kis bélek, hiába várok. Sajnos túl nagy a távolság, és tél sose jön. Ősz van, tél közelít, és arcomat mossa a zábor. Csönnes varázsot este a magán is visszaközön. Hogyha érzed a tárgyat, mi bennem, s hozzád eljut a sóhaj a távoli hétere át. Kérlek, ne várj a nyári, hisz jól tudod, minden nap átulok. Indulj, rohanj, kis rohanj, a boldogság után. Mondd el újra és újra és újra, hogy nem volt álom. Minden nagyon-nagyon szépen köszönjük azt a szeretetet és azt az irántunk való viseltetést, és nem csak irántunk, hanem a magyar nép iránt. És nagyon jó, hogy sajnos ugye egy külön ország, de magyarabbként megyek haza, miután őket megismertem. És azt kérem tőlük, és az legyen az üzenetem, hogy bármilyen nehéz, ők maradjanak mindig magyarok, és tanítsanak meg minket, magyarokat arra, hogy hogyan kell magyarnak lenni. Az én fiam Tadnai Dani, a P-Mobil együttesnek a basszusgitárosa, és múltkor együtt léptek fel a mobil és az ismerős arcok. Tehát először volt az arcok, és utána a mobil. Még karácsony előtt volt, és Dani, hát ugye a címbózás, a spannolás, és mondja a Nyerges Attilának, hogy de édesapám, meg szeretnék lenni egy arcok CD-t szeret, és arra kérlek, hogy dedikáld, már nem tudta, hogy ki az apuka, és azt mondja, hogy hívják apukádot, tehát Tarnai Kis László, azt mondja az Attila. Azért volt a te neved ilyen ismerős, és odaírta, hogy Laci bátyámnak szeretettel és barátsággal. Úgyhogy velük az ő gondolataival szeretném zárni, ami úgy hangzik, hogy lehetünk magyarok egyenként, de inkább legyünk egyek magyarként. Így legyen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.